Tavaly szeptemberben tett látogatást városunkban az egyiptomi delegáció. A képviselőház főtitkára azért érkezett hazánkba akkor, hogy a két ország közti együttműködés lehetséges útjait kijelöljék, és ennek egyik állomása a testvérvárosi kapcsolat létrehozása. Azóta a közgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy Székesfehérvár és Luxor között erős kapcsolatot hozzanak létre. Cserpalkovics András megérkezett a köztársasági elnök társaságában Kairóba. Novák Katalin az elnökkel találkozott, majd közösen a parlament elnökével tanácskoztak. Ez megtiszteltetés, és azt gondolom nem csak nekem, hanem személyen keresztül Székesfehérvár közösségének is, hogy egy ilyen delegáció tagja lehetek, és a köztársasági elnök asszonnyal közösen érkezhetem meg Egyiptomba. Lesz lehetőség néhány múzeum meglátogatására, aminek nyilván az egyiptomi történelmet ismerve mindig különleges jelentősége van, és azért is, mert azt hiszem, hogy a jövő együttműködésének egyik lényeges pontja éppen egy múzeumi együttműködés lehet majd. A delegáció hivatalos útja kedden szintén Kairóban a kopt keresztény pápánál folytatódik, a testvérvárosi kapcsolatot pedig szerdán hitelesítik. Luxorban pedig aláírásra kerül holnap után az a testvérvárosi megállapodás, amivel kapcsolatban egyébként a városunk közgyűlése egyhangulag még 2021-ben hozott döntést, de aztán a tavaly nehéz helyzet az lehetetlenné tett az aláírást, most viszont eljön ez a pillanat, és Luxor kormányzójával együtt a köztársaság elnök asszony jelenlétében fogjuk aláírni a testvérvárosi megállapodást. Cserpalkovics András hozzátette, az együttműködés az ősi várossal óriási lehetőségeket tartogat Székesfehérvár számára a kultúra és a gazdaság területén egyaránt.